Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit szeptember 28-án kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Zemlényi Katica karnaggyal, majd beszámoló következik egy színházi előadásról, illetve egy kiállításról. Tehát következzék városunk kulturális életének egyik meghatározó személyisége, Zemlényi Katica. Ahogy ígértem, kedves nézőink, tehát akkor a Paletta magazint azzal kezdjük, hogy egy beszélgetést láthatnak most Zemlényi Katicával. Tisztelettel köszöntelek. Örülök, hogy itt lehetek, köszönöm. A beszélgetésünk apropója pedig, hogy tisztújtó közgyűlést tartott a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, a KÓTA. Azt tudnunk kell, hogy leköszönt elnöki tisztségéről Mindszenty Zsuzsanna Liszt-díjas karnagy, és az utódja Kocsis Holper Zoltán Artisius díjas karnagy lett. Viszont, ami jó hír nekünk, hogy Zemlényi Katica, a Vox Milabilis kórus karnagya, a felnőtt énekkari szakbizottság elnöket tisztelhetjük ettől a pillanattól kezdve bennünket. Ez óriási lépcső, és nagyon-nagyon fontos. És itt a műsor előtt nem titok, arról beszélgettünk, hogy hogy lehet azt a feszített életritmust, művész életritmust bírni, hiszen azt tudjuk, hogy egyházközségi Caritas vezetőként, a Krisztus Király plébánia hitoktatója, kántorkarnagya, egyházzenész, vagy a Zsolt utcai kulturális és közösségi szalon életrehívója, és természetesen a Vox Mirabilis karnagya. De mit jelent számodra a KÓTA? Hiszen ez egy nagyon fontos szövetség mindenféle értelemben. Ennek a szövetségnek mélysége van ismerve a magyar muzsika, a kórus muzsika hagyományait. A Kórusok és Népzenei Együttesek országos csoportosulása, vagy közössége, én inkább ezt a szót használnám, az azt hiszem, hogy Magyarországnak nagyon fontos, nekünk vidékieknek is nagyon fontos, hiszen összegyűjti azokat a kórusokat, azokat a zenekarokat, azokat a népzenei együtteseket, akik az amatőr kategóriába tartoznak. Különböző szakbizottságok léteznek ebben, a legnagyobb szakbizottság az a felnőtt énekari bizottság. Én 2017 óta vagyok ennek tagja már, tehát aktívan dolgoztam ebben a bizottságban, és mivel az előző elnök egy kicsit korábban leköszönt, én mint megbízott elnök voltam jelen az elmúlt két évben, és hát úgy látszik, hogy megfelelő munkát végeztem, hiszen szavazással döntötték el a szakbizottságoknak az elnöki vezetőit, hogy ki legyen, és hát én ennek nagyon örülök. Azért is örülök neki, mert úgy gondolom, hogy Kocsis Holper Zoltán egy vidéki karnagy, Sopronban, de most a Debreceni Kodály Kórusnak a karnagya és művészeti vezetője. Én magam is székesfehérvári vagyok, és talán egy picit el tudjuk érni azt, hogy ne csak Budapest legyen a KÓTA, hanem a vidék is legyen a KÓTA, és nekem ez lesz az első fő feladatom. Azt hiszem, hogy ez abszolút megerősítés az eddigi szakmai munkádhoz. Bárha azt mondjuk, hogy 16. Benedek pápa, pápai áldása, spányi püspök atya, a püspöki elismerése, az Ars Magna minősítés a Vox Mirabilis-től, a Fricsai díj, a Csengőszó díj, és legutoljára a Magyar Kultúra Lovagja elismerés, az mind-mind azt jelzi, hogy rendkívül fontos szerepet játszol te magad, illetve az általad vezetett kórus és az a munka, amit ebbe belefektetsz. De mégis ez egészen különleges, hogy egy egész ország kórusai, zenekarjait bizonyos értelemben irányítani kell. Nagyon különleges, hiszen a felnőtt énekkarok, férfi karok, női karok, vegyes karok, kis vegyes karok, nagy vegyes karok, kamarakórusok, énekegyüttesek, hál' Istennek nagyon sokan vannak. Nagyon-nagyon sokan vannak. Az ország minden csücskében megtalálható egy-egy kisebb kórus, egy együttes, és
Elsősorban szeretnénk egy hálózatot kialakítani, hogy minden hír minden kórusvezetőhöz, minden kórushoz eljusson. Ugyanakkor minden kórusnak a híre hozzánk is eljusson, és tényleg láthassa Magyarország, Európa, akár a világ is, hogy micsoda kórusmuzsika folyik itt Magyarországon, és egy picit segíteni szeretnénk. Tehát nekem célom egy mentorhálózat létrehozása, hogy azoknak a kórusoknak, azoknak a karnagyoknak, akiknek szüksége van arra, hogy egy karvezetői napot tartsunk, egy továbbképzést tartsunk, egy repertoárbővítési képzést tartsunk, azok megtaláljanak minket, és tudják, hogy hova kell fordulni, hogy mi leszünk az a bázis, akitől segítséget kérhetnek, és természetesen az örömeiket is elmondhatják. Az elnökségi tagként már nyilván belekóstoltál ebbe a munkába, de azért ez mégis más, de a vitalitásodat ismerve nyilvánvaló, hogy további fejlődés várható. Egyébként hol tart ma a magyar kórusmuzsika? Ez nagyon érdekes. Ugyanis 2 évvel ezelőtt Lengyelországban jártunk, és egy nagyon nagy európai fesztiválon, és hát számomra elképesztő volt, hogy a lengyel kórusok hogy énekelnek. Tehát úgy éreztem, hogy minthogyha előttünk járnának, tehát nekünk van hova fejlődnünk. Aztán, ha megnézem a cseh vagy a szlovák kórus életet, vagy megnézem, hogy Erdélyben mi mindent tudnak összehozni, akkor szintén azt gondolom, hogy fel kellene zárkózni nekünk is. Úgy érzem, hogy Magyarországon nagyon sok, nagyon jó profi együttes van, és az amatőr együtteseknél pedig kell egy kicsit a segítség, kell egy kicsit, hogy biztassuk őket, különösen most a pandémia után, hogy újra felálljanak, hogy újra próbáljanak, hiszen együtt énekelni az nem csak a művészet, nem csak a zene, hanem a közösség fejlődését is jelenti. Ezt a fejlődést nyilván szolgálja az a kitekintés, amelyet itt vázlatosan elmondtál, ugyanakkor fontos, hogy milyen támogatási rendszert élvezhetnek ezek a kórusok itthon Magyarországon, hiszen ez elengedhetetlen ahhoz, hogy szintet lépjenek. Így van. Tehát nem csak minősülni tudnak, és nem csak kórusfesztiválokon tudnak részt venni, hanem nagyon-nagyon sok támogatásra is tudnak pályázni. Ugye a támogatás az egyrészt anyagi támogatást jelent, másrészt pedig szakmai támogatást. És azt hiszem, hogy most egy újabb generáció érkezett meg Magyarországra, akik végeztek karvezetés szakon. Nagyon-nagyon-nagyon tehetséges és profi fiatal karvezetők vannak az országban, akiket én már behívtam ebbe a felnőtt énekari bizottságba, hiszen a fiatalokkal kell együtt dolgozni, az ő ötleteiket kell megvalósítani, és mindenki nagyon lelkes, és mindenki nagyon-nagyon sokat akar tenni, tehát biztos, hogy a kórusok támogatottságát meg tudjuk adni mind anyagiakban, mind pedig szakmailag. Tehát megtartva a múlt értékeit, a kortárs felé is el kell indulni. Egyébként nemrégiben erről beszélgettünk az Albarégia Szimfonikus Zenekar igazgatójával, művészeti vezetőjével, ők ugyanezt mondták, és nem különben volt Egerházi Attila is a vendég, akik szintén a kortárs muzsikát, illetve a kortárs táncot próbálják megerősíteni itt Fehérváron. Ez nagyon-nagyon fontos lépcső, hiszen azt látjuk, hogy a fiatalokat valamilyen formában szinten meg kell nyerni. Ezt a Vox Mirabilis tökéletesen megvalósította mindez idáig, ugyanakkor a hallgatóság körében is el kell, hogy terjedjen a kórus muzsika, még inkább, ha úgy tetszik. Meg kell nyerni a fiatalokat valóban, de meg is kell tartani. Tehát nem elég egyszer egy nagy lelkesedéssel behozni a fiatalokat a kórusba, vagy a közönséget is megteremteni erre a kortárs zenére, hanem ez nekünk egy feladatunk. És ahogy az előbb felsoroltad a díjakat, én ezt természetesen nagyon nagy dolognak és kitüntetésnek tartom, de én inkább úgy érzem, hogy ezek köteleznek engem. Engem és a kórust is kötelezik arra, hogy ezt folytassuk tovább. A fiatalok, én úgy érzem, hogy egyre többen érdeklődnek a kórusmuzsika és egyáltalán a zene iránt. Úgyhogy ezt mi is beszélgettünk a zenekar vezetőivel, és úgy érzem, hogy nagyon-nagyon jó dolgokat fogunk tudni itt megvalósítani Fehérváron. Ha már akkor a Vox Mirabilisnél tartunk, mi újság, hiszen a kezemben tartok, ezt meg is mutatom, a 10. jubileumi hangversenybérlet sorozat október 2-án már is megkezdődik a Cantate Domino jubileumi hangversennyel.
Így van. Ez nekiálltátok már munkának? Igen, nekiálltunk már a munkának. Mozart koronázási miséjét fogjuk elénekelni. Ez egy nagy szabású koncert lesz. Tavaly szerettük volna megvalósítani, de a pandémia nem engedte, úhogy most 2 évig ünnepelünk, és ez nekünk így nagyon jó. A Mendelssohn Kamarazenekar, akik szintén a 35. jubileumi évüket élik, Kovács Péter vezetésével nagyon örülnek és nagyon boldogok, hogy végre Fehérváron is muzsikálhatnak. Velük fogjuk megvalósítani a Mozart koronázási misét, és hát nagyon-nagyon kiváló énekeseink lesznek. Nekünk szívügyünk, hogy a Fehérvárról elszármazott zenészeket, énekeseket visszahozzuk Fehérvárra, hogy igen, Székesfehérvár közönsége lássa, hogy kikre lehetünk büszkék. Tehát október 2-a Szent István művelődési ház, ezt nem említettem, Cantate Domino, természetesen ott leszünk mi is, és gondolom a fehérváriak is, mert már koronavírus járvány után nagyon kivagyunk éhezve a kórusmuzsikára, és decemberben lesz még egy koncertetek, az megint csak, az már a Jézus Szíve templomban. Igen, a Jézus Szíve templom, ami otthonunk, nagyon szeretjük. Még Kis János atya idejében költöztünk be ebbe a templomba a koncertjeinkkel, és most is úgy érezzük, hogy nekünk ez a templom kívülről kicsinek tűnik, de közel 200 ember le tud ülni ebben a templomban, nem is olyan kicsi, és valahogy olyan közel érezzük a közönséget magunkhoz, és azt hiszem, hogy aki odajön koncertre, ami koncertünkre, már tudja, hogy mit fog kapni, már előre készül erre a találkozásra, és mi is nagyon készülünk majd decemberben ezzel a karácsonyváró hangversennyel. Igen, a következő esztendőben pedig ugyanilyen felosztásban egy Szent István termes és egy Jézus Szíve templomos koncert vár ránk, Borban az igazság, illetve a Gecsemáné. A Borban az igazság, az a Farsangi Opera Parádé koncertünk, ami azt hiszem, hogy Fehérváron egy nagyon kedvelt program, hiszen nem csak énekelünk, hanem egy kicsit játszunk is, egy kicsit táncolunk is, egy kicsit érdekességeket hozunk, és hát a magyar borok azok olyan híresek, hogy úgy gondoltuk, hogy a Borban az igazság éppen ideje már, hogy egy kicsit a borról is énekeljünk. Ugyanakkor Nagyböjdben, mivel azért egyházi kórus lévén szeretnénk megvalósítani egy olyan keresztutat, ahol minden állomáshoz énekelnénk valamit, ez pedig egy igazi lelki program lesz majd a virágvasárnap előtti szombaton. Ezt azért szeretnénk, hogy egy kicsit mi is tudjuk feltölteni azokat az embereket lelkileg is, felkészíteni a húsvétra. És lesz egy ajándékkoncert, ezt ne feledjük, bár még messze van május, de én azt gondolom, hogy kell, hogy szó essék róla. A májusi koncertünket úgy tervezzük, hogy csak a bérletes közönségünknek, hiszen én úgy gondolom, hogy meg kell becsülnünk azokat az embereket, akik 10 éve rendszeresen megvásárolják a bérletünket, ezzel támogatnak minket, és szeretnénk egy köszönő koncertet adni nekik. Ez meglepetés koncert lesz, amikor majd, ha érkezünk hozzá, akkor majd eláruljuk, hogy mi lesz. Igen, ez a Krisztus Király templomban. No, viszont térjünk vissza a Zsolt utcába egy kicsit, hiszen megvolt a hosszú idő után az első közélet és kulturális szalon, Arató Antal, a címzetes könyvtárigazgató barátunk volt a vendég, akiről egy könyv készül. Ez már jelzi azt, hogy nekem például nagyon hiányzott a Zsolt utca hangulata, mert az egy kicsit más, mindig más bensőséges hangulat, és ráadásul rendkívül színes, érdekes beszélgetések zajlanak folyamatosan. Nagyon érdekes számomra, hogy a 6. évadot kezdtük meg már ezzel a közélet és kulturális szalonnal, és többször elmondtam már, hogy nekem az összművészet az egy olyan különlegesség, hogy a zene, a kultúra, a festészet, akár a könyvtárosság, bármelyik művészeti ág összekapcsolódjon. És pont ezért hoztuk létre ezt a közélet és kulturális szalonunkat. Nagyon nagy örömmel jönnek az emberek, és több program is volt aznap a városban, nagyon komoly nagy programok, és mégis nagyon sokan voltunk, és ennek annyira örülök, mert valóban mások is mondják, hogy a Krisztus Király Egyházközség közösségi házának ez a hangulata, ez egy kicsit más, mint egy más művelődési háznak a hangulata, és hazajönnek, akik ide jönnek már. Erre a sok-sok feladatra felkészültél már fizikálisan, szellemileg biztos, lelkileg is?
Készülök a kóta elnökségre, készülök a hangversenybérletünkre folytatni a közéleti szalont. Ugyanakkor úgy látom, hogy a Caritas vezetés is egyre több energiát kíván, és hát most, hogy vége van a NEC-nek, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak, ami egy óriási élmény volt, ez egy olyan erőt, olyan lelki erőt adott mindannyiunknak, akik ott voltunk, az egész kórus részt vett ebben természetesen, hogy azt hiszem, hogy egy olyan, én úgy érzem, hogy nem csak lelki, hanem fizikális erőt is kaptunk ettől, egy olyan szinte sugárhajtásúvá váltunk, én úgy érzem, mert mindenki nagyon lelkes és akarja folytatni, és akar a közönséggel találkozni. Tehát akkor a kórusvezető, a pedagógus, az édesanyja és a nagymama, igen, nem különben boldog és felkészült a jövőre. Mi pedig azt kívánjuk, hogy tartsunk ki ez a lendület. Természetesen lehetőségeinkhez mérten ott leszünk és beszámolunk. És köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Az Orlai produkció Székesfehérvára is elhozta nagy sikerű darabját, a Kaktuszvirág Novák Eszter rendezésében a Vörösmarty Színházban került színre. Ne szállunk! Jó, figyelj, nem az, aki indult! A szomszéd vagyok, és gázszagot éreztem! A történetben megismerkedhetünk egy lánnyal, aki öngyilkosságra készül szerelmi bánata miatt. A szomszéd megmenti Tonit, aki elmondja, hogy reménytelenül szerelmes egy nős férfiba, Julianba, a fogorvosba. Aki nem házas, csak ezt hazudja, hogy a lány ne kényszerítse ki belőle a nősülést. Amikor a férfi megtudja, hogy szerelme emiatt véget akart vetni az életének, megmondja Toninak, hogy elválik feleségétől, és őt fogja elvenni. Toni azonban ettől sem boldog, hiszen azt hiszi, hogy a férfi miatta hagyja el családját. Julian erre egy zseniális ötlettel áll elő, megkéri a fogászati asszisztensét, hogy játssza el feleségét és beszéljen Tonival. Van a szerepben nagyon lehet lubickolni, meg egyébként nagyon meg is kell dolgozni ezért a szerepért, meg ezért a történetért. Ez egy eléggé melós darab, és akkor jó, ha nézzük, azt gondolják, hogy nagyon könnyed, és ők csak jól szórakoznak, de elképesztő sok gyors öltözés, kellékek. Szóval egy nagy őrület, egy nagy levegővétel, és egy nagy küzdelem egyébként ennek a két embernek a története, de én azt gondolom, hogy szinte már majdnem minden történetet elmeséltek, és mondjuk egy Romeo és Júlia is tud ugyanúgy izgalmas és szenvedélyes és szép lenni, miközben mindenki tudja, hogy mi annak a vége. Úgyhogy szerintem, ha jól mesélünk történeteket, akkor lehet újból és újból. Nem véletlenül ezek a közhelyek, ezek azért közhelyek, mert hogy igen, nem véletlenül. Ezt dőrön figyelmeztettük, hogy csak óvatosan, idéglenes tövés volt, karamella. Jaj, ne is emlegesen, minden másról elmondtam, hol a doktor? Egy perc és fogadja, sajnos ön elkésett. A doktor úr behívta a következő pacienst. Attól, hogy késtem egy percet. 20-at késett, Mrs. Duran, 20-at. Kovács Patriciának egy egész folyamatot kell láttatnia, ahogy a már szinte vénlány fokozatosan megnyílik, és elkezdi élvezni az életet. Jó őt nézni, jó őket nézni, együtt is, külön is, hiszen Kovács Patricia valóban lubickol szerepében, köszönhetően a rendező Novák Eszternek, aki megadja az esélyt erre. Novák Eszter elé már több egyszerre dolgozom, és 18 éves korom óta ismerem, és azt kell mondjam, hogy ugyan nekem nem volt tanárom a főiskolán, de nagyon sokszor rendezett, és azt gondolom, hogy az egyik legmeghatározóbb rendezőm nekem. Én vele csináltam krimit, csináltam szépernőt, készítettük ezt a vígjátékot, tehát nagyon sok stílusban volt egy kortárs amerikai darab, tehát egy nagyon, mi nagyon szeretjük, és én nagyon-nagyon kedvelem, és remélem, hogy még nagyon sokszor fogok vele dolgozni. A darab teljes siker, komoly kihívás, hiszen amellett, hogy kellően játékos, mégis megfürödhet a néző a köznapi mélységekben. Azaz hajlamosít bennünket, hogy szurkoljunk azért, hogy egy párnak lássuk azt a két embert, ami egyébként a napnál is világosabb happy end. Mindenki számára ez hálás feladat. Én azt gondolom, hogy az én szerepem az kicsit lett változtatva lett benne egy csomó minden, meg hozzá is lett írva, de ugye alapvetően mindegyik szerep eléggé jó, és hát ami igazán működik, mindig ugye a helyzet komikum az előadásban. Eddig 8-at, szerintem egész jó, tehát mások szerint nyilván nem.
Miből élsz? Most apám támogat. Ja. Engem a történet kedvessége érdekel elsősorban, az emberek egymáshoz fűződő viszonya, illetve annak a játékosságnak a lehetősége, amelyet az anyag kínál a színészeknek, mondta Novák Eszter, és ez valamennyi színpadra lépő számára megerősítést jelent. Annyira azért nem bonyolult ez a történet, ezt nagyon egyszerűen lehet követni. A néző, én azt gondolom, a néző azért már tudni fogja, hogy ez a két ember, akit az elején láttunk, az nyilván majd a végén össze fog jönni. Igazából azt az utat érdemes végignézni, az az, ami nagyon vicces, hogy két ember mennyire nem szereti egymást, és hát a végén ez a tipikus esete ennek, hogy amikor két ember nem szereti egymást, akkor a végén azok összejönnek. És ugye ezt végignézve, ez majd komikus lesz. A komédia zenés feldolgozása számos alkalommal volt már látható a hazai színpadokon, ám a Broadway változat először az Orlai produkció keretében került bemutatásra, Székesfehérváron is teljes sikert aratva. Megnyílt Soproni Kis Sándor kiállítása az Igézőben, a művész ezúttal egy kávé illata, mesék, látomások, utak címmel mutatta be új alkotásait. Folytatódott az Igéző kiállítás sorozata. Soproni Kis Sándor festőművész, aki már gyakori vendég városunkban, sőt mondhatjuk, hogy székesfehérvári, ezúttal egy kávé illata, mesék, látomások, utak címmel hozta el legújabb munkáit. Városfejlesztőként nagyon szeretem a képeit, mert utcákat, tereket, házakat, mesélő házakat fest. Nekünk is van egy ilyen című projektünk. Amikor megismerkedtem Sándorral, akkor Soproni utcákat festett, és aztán Eger varázsolt el, és Fehérvárra költözött, és drukkoltam, hogy ez is legyen a kedvenc városa, hogy legyenek fehérvári festmények az ő munkái között. Rengeteg információt próbáltam neki átadni az elmúlt időszakban Fehérvárról, ami szinte már befogadhatatlan. És aztán egyszer csak rájöttem, hogy le kell lassítani, mert számára is be kell ezt a sok információt fogadni, és egyszer egy mesetáborban együtt dolgoztunk. És azt hiszem, hogy akkor jöttem rá az ő ritmusára, vagy az ő gondolkodásmódjára, amikor egy mesén dolgoztunk, vizuális kódokkal, én verbális kódokkal dolgoztuk a mesét fel a gyerekekkel, és pontosan úgy látott mindent, ahogy én láttam, vagy én láttam úgy, ahogy ő látta, nem tudom, sok hasonlóság van bennünk a szemléletmódban. Én is ilyen szemlélődő vagyok, nekem is vannak emlékképeim utcákról, terekről, házakról, ilyen mesés emlékképeim, ezért én nagyon szeretem az ő képeit, úgyhogy nagyon örülök, hogy újra vendégül láthatjuk őt az Igézőben. A tárlaton megtapasztalhattuk, hogy milyen az, mikor a tehetség és a kimeríthetetlenül találékony emberi, művészi szellem látomásokat szerkeszt képpé, mikor valósággá válik az álom. Igyekszem minden kiállításra új képeket, tematikát vagy új gondolatvilágot vinni. Mindamellett, hogy technikailag színre, formára ragaszkodom egy kicsit az elődeikhez, és azt hiszem, hogy ez a folytonosság, ez kell is. A kávé illata, ugye az inspiráció valahol ott jött, hogy a világunk egy kicsit le lett zárva, egy kicsit megszűnt a szabad mozgása az embereknek és a kultúrának, meg mindennek most a járvány következtében. És egy kávé illatában benne van egyrészt a nosztalgia, másrészt a vágy, harmadrészt pedig az új tervek szövése. Mondjuk azt, hogy az emberi szabadság, az emberi mozgástér visszanyerése, az élet élvezete, az álmodozás, az álmok valóra váltása, tehát ez inspirálta konkrétan a Kávé illata című képet. Az összes többi képnél is megjelenik a tengerélmény. De ugye a tengerélmény tematikát most már több éve viszem, és nem tudok tőle elszakadni, mint ahogy nem tudott elszakadni a tengerélménytől a legtöbb filozófusunk sem, főként mondjuk Hamvas Béla külön ír is a tengerélményről, hogy mi az, ami számára a tengerélmény. Hát ugye megmerítkezni az örök forrásban, az örök fiatalság vizében,
vagy az örök álmok mesék szövésében, tehát valami ilyesmi. Azt látjuk, hogy gondoskodó tisztelettel bánsz a képekkel, a tengerrel, az épületekkel, hogy mind a miénk, mind ami bennünk van a gondolatainkban. Ez tudatos, vagy egyszerűen ez a művészi indítatásod? Természetesen tudatos is, de vágyom a szabadságra, vágyom arra, hogy a világunk olyan legyen, ami élhető, boldog világ, és mindig is ez volt az emberiségnek az álma, hogy egy olyan világban szeretne élni, ahol boldogul, ahol világosság lakozik, ahol napfény lakozik. És talán ennél több nem is kell. Ha világosak a céljaink, világosak a vágyaink vagy a terveink, akkor szerintem már az olyan, mint amikor az íjat kifeszítik. Utána már csak célra kell tartani és elengedni az ideget. Tehát, ha jól értem, ez semmiképpen sem a pandémia misztériuma hozta ezt a gondolatsort. Nem, mert már előtte megszületett. A tengerélmény az örök. Tehát az pandémiák lehet, hogy jönnek-mennek, mert régen is voltak pestis járványok, kanyarú, meg tifusz, meg rengeteg mindenféle csapás az emberiség történetében. Viszont az örök dolgok és az örök tanulságok azok évezredről évezredre maradnak, vagy legalábbis remélem, hogy maradnak, mert különben elveszíti az értelmét. Az újabb nagyívű művészi gondolatsor tanúbizonyságot adott arról, hogy az alkotó ember mindenkor képes felülemelkedni a megszokotton, tudatosan keresi a réseket, és átlép egy másik dimenzióba műveivel, segítve a látogatót felfedezni azt a bizonyos másik világot. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!